azaz, mélyen, mélyen fekvő. Igen, nagyon jó, az nagyon jó, bravo, 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 igen. A másik még fordítva kezdett, tehát itt is szikszakban mész, de mindig megcsinálsz egy labdás elszagatást, oké? Okay? Felugrok, azaz, azaz, kész. Derék, láb, láb, derék, ezt variálod, jó? Az itt szert, mert... Én a kosárlabdában nagyon későn kerültem kapcsolatba. Úgy kerültem kapcsolatba, hogy én Babics Mihály iskolába jártam, és ott kellett egy csapata a diák olimpiára, nem voltak elegen, és szóltak, akkor nem posaraztam még, és szóltak. És akkor az edzőm, aki lett végül az edzőm, Szabó Dönci bácsi, észrevett ott a diák olimpián, hogy játszottam, hogy magas, vékony gyerek vagyok, hogy menjek kosárlabdázni. Na, én középiskolás koromban, tehát 65 őszén kezdtem el kosárlabdázni. Először Krasznai Lajosnál, aki a fiatalokat vitte, de nem telt el egy hónap se, már a Szabó Ödön fölvitt engem az MB2-es csapatba, mert ugye egy Szexáron akkor MB2-es csapat volt, és ott játszottam nála sok-sok éven keresztül, egészen addig, amíg 71-ben el nem ment a BSC-be. Illetve ő 70-be ment el, és mindig akart magával. Sajnos itt az itteniek nem adtak ki, de én akkor elmentem, csak így egy évig sajnos, pont abban az időszakban, amikor sokat lehet még fejlődni, akkor nem játszhattam a BSC-be, de ott edzettem már. És akkor ott töltöttem 5 évet, nagyon szép 5 évet, a BSC-be ott tettem magyar kétszeres magyar bajnok, magyar kupagyőztes csapat tagja, és a válogatott mezét is felhúzhattam. Nagyon sok sikerben volt részem a BSC-be, bejártam egész Európát, és élveztem. Nem is az ismerkedés, hanem hogy először, amikor a pályán láttam, nagyon régen volt, az első siókupán, még a Garai gimnáziumnak a bitumenes pályáján egy esti mérkőzésen, és ha jól emlékszem, a Bácska Topolyával játszottak, és akkor kitűnt, hogy milyen biztos kezű játékos, igen, akkor hárompontos dobások még nem voltak, de a kétpontosokat középtávolról olyan biztosan dobta, és ha jól emlékszem rá, ő is nyerte, tehát ő volt a tornán az első siókupán a legeredményesebb játékos. Ábrahám János barátommal voltunk bent a mérkőzésen, és hazafelé, akkor busszal mentünk, hazafelé a buszon arról beszéltünk, hogy ez a lány még sokra viszi. Még játékosok voltunk Szekszárdon, és lent voltunk Bácska-Topolyán. És fogadásból, egy hotelben laktunk, és fogadásból a Harsi a négysávos úton átment minibe, magas sarkuba, kifestve, cigarettával a kezébe, és mi az ablakból végig fütyültünk, hogy de jó csaj, úgyhogy ez jó pofa volt tőle, hogy bevállalt. 17 éves voltam, ugye még hát 2 évet kosaraztam, és mondja, hogy nem vinnék én egy csoportot, mert ő látja bennem, hogy én, amit én itt tanulok, ő nála, hogy én ezt át tudom adni a gyerekeknek, és hogy én úgy érzi, hogy pedagógilag is, abból még ő nem látott ugyan semmit, de ő úgy érezte. És akkor ott kaptam egy csoportot, akkor a Szekszárdi KSI-nek hívták, tehát egy központi sportiskolák valami, és kaptam vagy 30 gyereket. És elkezdtem velük edzősködni. Nagyon nehéz ember voltam, nagyon nehéz játékos voltam, és ő azért helyen tudta kezelni, mert meg tudott fogni, és bárhogy leszúrt, és én különben azt szerettem, hogyha nagyon kemény, és ő is egy kiaválós edző volt, és nagyon sokáig, amíg a BSC-ben nem került, ott már nem, ott az első osztályban, de itt igen, és én úgy tudtam igazán jól játszani, ha én velem kiabált, és megmondtam, mit csinálj, Istenem, már én velem ne kiabáljon, hát én akkor meg fogom csinálni, megoldom. A Noémi lányom megszületett 74-ben, ott még egy szezont játszottam utána, de nem tudtuk megoldani a gyerekeknek, hogy ki vigyázzon rá, hogy erre hazajöttem, hívtak is, hogy jöjjek haza. Hazajöttem, és akkor itt elkezdtem az akkori NB1-es csapatba, itt a Butás Pál volt az edző, és elkezdtem itt játszani. Szerintem játékos edző talán nem volt, illetve később lett majd NB2-ben ott edző, ugye 83-ban született a kisöcsém Gergő, és
akkor nagyon hamar, tán 1-2 éves volt a Gergő, és akkor már ment Bonyhádra levezetni, 48 éves koráig egyébként aktívan kosárlabdázott, és utána edzősködött, amikor már én is később levezettem, ilyen 26-7-8 éves koromig kosárlabdáztam, és akkor nekem is volt a saját anyukám az edzőm, úgyhogy talán egyszerre nem volt mind a kettő, erre már annyira nem emlékszem. Szekszárdon játszottunk több évadot, akkor én elmentem szülni, és szülés után Szekszárdról Paksra kerültünk a párommal, és akkor én gondoltam egy merészet, és átigazoltam MB2-be a Harsit, mert ő akkor már abba hagyta a profi játékot, mert Gergő megszületett. És akkor itt Pakson 8-9 évadot lehúztunk együtt még az MB2-be, amiből elég eredményesek voltunk, mert a Harsi hozzáállása meg a jó keze igen könnyű feladatot adott nekem, mint edzőnek, mert az egész csapatomat rá tudtam építeni. Akkor utána megszeretett a második fiam, vagy második gyerekem Balázs, és akkor utána is, de már alig volt pár hónapos, már újból elkezdtem játszani, itt újból az MB1-be, de itt az MB1-es csapatunk ugye az egy közép csapat volt mindig, és ott játszottam, a Gergőben még Terresen is játszottam, tudom, már mozgott a hasamban, és még akkor mindig játszottam, de itt egy középszintű csapat voltam, de itt a csapatnak a meghatározó embere voltam, és ezt csináltam egészen, utána elmentem, a levezetésképpen elmentem Bonyhádra. Nekem azért tiszta emlékem van arról, amikor a BM óvodából sétáltunk a buszpályaudvarra, és onnan mentünk Bonyhádra, ahol még ugye játszott, ha jól emlékszem, 89-ig, amikor is én kezdtem az iskolát. És ugye utána valamikor a 90-es évek elején volt, még erre is emlékszem, hogy amikor mesélte nekem, hogy Sólyom Boldog megkereste, és akkor, hogy kezd edzősködni, ugye akkor nálam így ilyen 3-4 évvel idősebb generációval foglalkozott. Ugye gyakorlatilag sokszor akkor is ott voltam mellette a pálya szélén, ugye ez határozta meg az én pályafutásomat, idézőjelben pályafutásomat, mert ugye én nagyon játékos nem voltam, mert nagyon korán abba hagytam, de ugye gyakorlatilag mellette nőttem fel a padon, vagy ugye édesapámmal, amikor mentem vele mérkőzésekre, de nagyon meghatározta az életemet az, hogy nagyon fiatalon a kosárlabda ott volt, jelen volt az életünkben, és nagyon, nagyon sok mindent tanultam, szívtam magamba azokban az időkben. Nagyon színes egyéniség volt már akkor is, mindegyikünk fölnézett rá, mert hihetetlenül nagy akaratereje volt, küzdeni tudása, és minden edzésen, csak példáson edzett, tehát mindenre úgy figyeltünk, hogy lestük, hogy mit hogy csinál, hogy minél több mindent el tudjunk tőle tanulni. Nekem már az óvodai évekből nagyon megragadtak ezek a buszozások Bonyhádra, aztán ott edzés után, nem emlékszem már a kocsma nevére, de mentünk tatárbiszteket enni a Dudushoz, azt tudom, hogy így hívták a kocsmáros, tehát ugye nekem már onnantól Csonti bácsi, Kovács Peti bácsi, ezek a bonyhádi emlékektől kezdve már nekem fantasztikus élményeim is vannak. A Harsit én már kisgyerekkorom óta tudom, hogy ki ő, ha nem is ismerem, mert később ismertem meg, mert hogy az én anyukám Szűcs Utka is kosárlabdázott, ráadásul ugye osztálytársak voltak, ők a Garai gimnáziumban együtt érettségiztek, és aztán később úgy hozta a sors, hogy mi is a Garai gimnáziumban a Harsi lányával, a Noémivel ugye összejöttünk, és azóta is egy párt alkotunk, ugye 2000-ben összeházasodtunk, azóta a legkedvesebb anyósom, ahogy szoktam ezt neki mondani. Egyébként tényleg nagyon jó a kapcsolatunk, mint anyós és vő közötti kapcsolat is. Úgy vagyunk a családban, hogy mi vagyunk a legmegbízhatóbbak, akik precízek, pontosak, és lehet így számítani rájuk. Tehát egy csomószor van olyan, hogy mondjuk a Harsi velem beszéli meg, hogy ha valami fontos dolog van, hogy azt ne felejtsük el, akkor azt rám bízza azt a feladatot a családba, nem a saját lányára, a Noémire. Bocs, Noémi. Nagyon-nagyon sok minden van így a fejemben, mert hát azért rengeteg mérkőzést vívtunk egymás ellen, és én nagyon-nagyon szerettem az ő aranyköpéseit a mérkőzéseken is, amiket ugye akár a játékosoknak mondott, vagy hát néha a játékvezetőknek is. Minden gyerek más, ahogy minden felnőtt is más. Először
játékosan próbálom velük, tehát sokat játszom velük, és utána pedig az alapokra ráveszem őket, hogy hogy kell megtanulni mindent. Én mindent fiatalkoromban mindent bemutattam nekik, tehát olyan nem volt, hogy mindent bemutattam, kontrolláltam, akkor legügyesebbekkel mutattam be, mert hogy mégis gyerek mutassa be, és ott a mozgásaik alapján, mert volt, hogy fizikálisan olyan volt, bár régen még nem volt ennyire fizikális ez a játék, mint most, de akkor is azért lehetett látni, hogy jó alkatú gyerek, nem jó alkatú gyerek, meg hogy a labdához való viszonya. Úgy nagyjából azért az ember ezt így érezte, hogy kiből lehet, kiből nem, meg úgy én kísértem a tanulmányi eredményeiket, ezen kívül elbeszélgettem velük, és azért lehetett ott látni meg az edzésre való járásból, az ottani munkából, kire lehet többet rakni, és kire lehet majd számítani, tehát ki az, akiből lehet majd magas szinten is kosárlabdázó. Sosem felejtem el a 91-es csapatomba, a Bálint Rékaféle csapatba, ott a Bálint Tamis 2-es az úgy húzta a többieket, mert nem volt egy szuper csapatom, akikkel gyerekbajnokságot és serdülőt is tudtam nyerni, mert ez a két ember úgy húzta a többieket, hogy tényleg öröm volt nézni. Mikor 10 éves lettem, Harsi odahívott, hogy Rik Mónika, fiam, 10 éves vagy, most már döntsd, hogy mit akarsz csinálni, mert ez így nem mehet tovább. És akkor hát így maradtam a kosárnál, és hát ezt azóta se bántam meg, azóta is ebben élek és mozgok. Nagyon sokat köszönhetek Harsinak, mindig is a második anyukámként tekintettem rá. Nem volt olyan edzés, amire nem akartam volna menni. Nagyon szerettem nála játszani, és ahogy felnőttem, ez, tehát hogy amit még akkor nem biztos, hogy úgy gondoltam, most már felnőtt fejjel nagyon sokat köszönhetek neki. Mondhatni, elindította nekem a edzői pályafutásomat, és szeretnék róla példát venni, és szeretnék olyan edzővé válni, mint ő. Szerintem a magyar kosárlabda utánpótlásában nagyon nagy szerepet vállalt, nem csak Szekszárdon, a szekszárdi kosárlabda sehol nem lenne nélküle, ez meggyőződésem. A felnevelt gyerekei igazolják az elkötelezettségét, a hit hűségét, a klub hűségét, a munkába, kemény munkába vetett hitét, és ő a sikerei nem jöttek azonnal. Emlékszem azokra az évekre, amikor még nagyon-nagyon megszenvedtük a nyert mérkőzéseket, de ezen ő tovább képezte magát, állandóan fejlesztette magát, tovább lépett, önképzést csinált, és a megyében, illetve az országos szinten is nagyon magas szintre emelte a női kosárlabda utánpótlását. Az én utánpótlás éveimet tulajdonképpen párhuzamosan kísérte végig Noémi és Harsi, úgyhogy tényleg volt, hogy egyik évben egyikőjükkel, másik évben másikójukkal dolgoztunk, de olyan is volt, amikor egy adott szezonon belül a héten 3 edzés Noéminél volt, 2 mondjuk Harsinál, úgyhogy ez így tényleg váltakozott az évek során. Oda kerültek a Harsihoz. Most a Harsi, ő a Harsi. Ő neki van egy stílusa, most a Harsi stílusát van, aki elfogadja, van, aki kevésbé, van, aki meg nem. Semmiféle olyan dologra nem emlékszem, hogy panaszkodott volna a Réka bármikor is. Tehát a Harsi volt a szent, a Harsi, ha azt mondta, hogy A, akkor az A volt, ha azt mondta, hogy B. Itt azért gyorsan, röviden elmondom ezeket a legendás szerda reggeli hajnali edzéseket, ami 6 órakor volt dobóedzés. Az olyan nem volt, hogy oda nem ment el a Réka. De az összes többi, aki a korosztályában együtt játszottak, szerintem nem nagyon volt köztük. Tél volt, hóeset, jöttek az ünnepek című. Mondtuk a Rékának, hogy figyelj Réka, holnap reggelre, ha ekkora hó marad, akkor biztos, hogy apa nem fog elvinni a 6 órás edzésre, mert nem fogjuk kiásni az autót itt hajnalok hajnalán. Na szerinted? Nyilván lapát voltuk alba. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon elkötelezett volt mindig is, és nagyon, nagyon szabálytartó. És szerintem, mivel a Harsi is olyan, hogy aki dolgozik és oda teszi magát, ha nagyon nagy tehetség, vagy kevésbé, de szorgalmasan dolgozik, én úgy gondolom, hogy a Harsi azokat a gyerekeket elismeri,
és értékelni nagyon az ő munkájukat. És a kedvenc mondataim tőle, hogy például nálad nagyobb marhát csak rajzolni lehetne. Nagy ökör vagy, fiam. Állsz, mint söprű nyíl a hideg vízben. Te csak közelről nézed a játékot. Meg volt egyszer nyíregyházi döntő. És 12 évesek lehettünk, nem is tudom. És oda jött hozzánk a mérkőzés közben a kispadon egy rendező. És kérdezi, hogy ti nem féltek? Mondom, félni? Hát most már jó kedve. Nem is ez. Azok az esetleges vádak érik, hogy mondjuk a Studer Ági a kedvence, vagy még itt sorolhatnék jó néhány nevet, de talán az Ágicát ilyen szempontból sokan kiemelik, hogy persze, mert ő a kedvence. Vagy a Holc Rebekát is sokszor emlegetik, de hogy ezekkel a játékosokkal, és így aztán tudom, hogy velem sem, mert ugye a képességeimnek mindig a maximumát próbálom nem csak a kosárlabdában, hanem az élet minden területén nyújtani. Ezért nem emlékszünk mi egy ilyen fajta harsira, ahogy egy Holc Rebi, az Ágica, vagy én sem, vagy a Bálint Réka mondhatnám, ugye Rékával se kellett sosem ordítani. Emlékszünk egy ilyen harsi arcra, mert ő saját magától és a játékosaitól is a 110 vagy akár 150%-ot követeli meg. Nagyon pici voltam, vékonyka, és azaz pörögtem folyton, és ugye ha az ellenfélnél volt a labda, akkor harsi próbálta mondani, hogy te a 15-ös számú játékost fogod, nem annyira érdekelt, oda mentem, ahol éppen a labda volt, és ugye addig akartam menni, amíg meg nem szerzem, és például ez volt, ami egy kicsit úgy, amire emlékszem, hogy Noémi Harsi sokszor próbált elmondani, hogy ugye 5-5 ellen van, és hogy megmondjuk, hogy kit fogja, akkor őt kell őrizni, nem mindig oda menjek, ahol a labda van, de ugye hát akkor voltam nyugodt, hogyha a mi csapatunknál volt a labda, úgyhogy igen, ez az, amire emlékszem, hogy tényleg, mint a motoregér, mindig próbáltam menni, megszerezni a labdát, ha nem a mi csapatunknál volt. Mikor valaki, hogy hívják, születik, nem lehet sétálni, ameddig nem kezd ez, hogy hívják, magyarul, mi ez, amikor mászni. Azért az utánpótlás kosárlabdával kell megtanulni mászni, utána sétálni, alapok megtanulni, azt jelenti, kosárlabda egy olyan játék, lehet egy-egy meccs nyerni a taktikával, de fundamentál alapok igazán mindig nyernek, azt jelenti, alapok kell megtanulni, és ez lehet elsősorban megtanulni utánpótlásban, kor alatt. Számomra az eléggé meghatározó volt, amikor felkerültem, mert leginkább az a kadett döntőnk után volt, amit megnyertünk Harsival, és utána kezdtem el fokozatosan edzeni a felnőttel is, és Zsejko teljesen más személyiség, mint Harsi. Mindketten, de van közöttük hasonlóság is, mindketten segíteni akarnak, és a munkát bele kell tenni minden eredménybe, de azért nagyon meglepődtem, hogy itt találom magamat, amikor bele is gondoltam, milyen helyzetbe kerülök, és hogy itt vagyok a felnőttel. Szóval érdekes volt számomra az a pillanat nagyon. Az alapokat frankon megkapja a gyerek, és utána is tovább úgy lépjen, meg azért ehhez kellett egy zsejkódok is, na maradjunk annyiba, aki tényleg mindent nagyon jól csinált, tényleg szerintem Európa legjobb öt edzője között van, ezt állíthatom. Szóval tényleg ő egy zseni edző. Nem emlékszem, hogy bármikor játszottam Maria ellen, pedig vezettem utánpótlás csapatok, és sokan nem voltunk, szerintem, hogy én emlékszem egymás. Ellen pedig nagyon tiszteltem mindig itt Magyarországon. Vannak pár ember, aki úgy mondom idősekkor, Varga Ferenc, ez egy pécsi ember, Feri bácsi, Vilányi Tóni bácsi, ez egy zalegerszegi ember, és tudom mondani Harsi Máriát is, aki mindig nagyon tiszteltem ez a kosárlabda életben, az ő munkájunk, morálunk, minden. És tőlünk sokat úgy is, hogy nem direkt pályán, de sok úgy életi dologból sokat megtanultam, úgy ők segítették, hogy én is legyek, milyen vagyok.
Harsinál nagyon sokat odafigyeltünk, ugye voltak a szerdai reggeli edzések, a dobóedzések, és ugye például Harsinál nagyon fontos volt az is, hogy én jobbkezes vagyok, de hogyha a szituáció van, akkor tudjak balkézzel is dobni. És sokan amúgy bárhova megyek, és így néha úgy vízből dobálgatok balkézzel tempókat, meg is lepődnek, hogy miért tudok balkézzel is. Nyilván nem dobok olyan jó százalékkal, meg most már annyira nem, de Harsinál ez kötelező volt akkor, hogy baloldalról a tempót is, nem csak az ittszert, balkézzel kell dobni. Hát azt tud-e, Rági, az én úgy érzem, hogy edzői pályafutásomnak a csúcsa, ezt nem senki nem sértődhet meg rajta, mert ha megsértődik, hát akkor gondolja el magába, mert tényleg a többieket, mindegy kosarasomat nagyon szeretem, de őt nem emberként is nagyon-nagyon, és ahogy ő hozzám került, szinte óvodás volt, még jött a másik két testvérével, a két nővérével, hozta az apukája, alig mertek bejönni a terembe, mert hogy hát ugye kiabáltam, hát nem tudtam, és akkor ott ragadtak, és hát Ágica maradt nálam, ugye a Noémi ment a Zsuzsihoz, az Ágica, vagy Zsuzsi is dolgozott nálam, de legelőször a Zsófi, meg ugye az Ágicám jött oda, és hát láttam, hát ő, aztán hát a csillogó szemmel, ahogy nézett, hogy mit mondok, és ezt maximális, hogy akartam megoldani. Na most az ő csapatuk is egy nagyon átlagképességű csapat volt, a 98-99-es. Hát ő abból, nem az, hogy abból kiemelkedett, alázatos volt, munkabírása. Itt csak a Drázsány Petrovicsot akarom azért megemlíteni, mert kimentünk, és hát Ágica onnantól kezdve, hogy Drázsány, hogy akar lenni a Drázsány Petrovics. Egy annyira szerény, olyan szerény játékos maradt a mai napig is, mint amilyen akkor volt kicsinek. És mindent rá lehetett bízni, mérkőzéseket döntött el. Minden meccs után képeket, eredményt, gratulált, megosztott, és tényleg nekem ugye mindig külön, és kiemelt engem, de az egész csapatnak, és akkor plusz még ugye üzenetbe is írt nekem mindig, tehát hogy tényleg minden meccs után írt az elmúlt időben, nem tudom már hány évre visszamenőleg, amióta nem vagyok a játékosa, hogy gratulál, hogyha nem úgy sikerült, akkor biztatott, hogy jobb lesz, és hogy a dobás is menni fog, ha esetleg a dobás nem ment, tehát hogy nyilván nem játszottam én sem mindig jól, de Harsi nem az a személy, például így velem szemben egyáltalán nem, hogy csak akkor ír, amikor jó vagyok, és gratulálni is kell, hanem tényleg, amikor látja, hogy mikor kell az, hogy most nem játszottam olyan jól, akkor ír pár biztató szót, és hogy ő bízik bennem, és ez amúgy hihetetlenül jól esik, mert nem tudom, hány játékosnak van így például Magyarországon, vagy bárhol a világon, ahol a nevelőedzője minden meccs után ír, és ennyire követi, és ennyire fontos neki az az eredmény, amit a volt játékosa elér, vagy csinál a pályán, és ez egy olyan különleges kapcsolat, és tényleg a mai napig, amíg tudunk, találkozunk, elmegyünk vacsorázni, beszélgetünk, nagyon sokat nyaralás alatt ír, hogy jó kikapcsolódás. Tehát, hogy tényleg egy olyan kapcsolat maradt meg köztünk, ami remélem, hogy még nagyon sokáig meg fog maradni, és aminek nagyon boldog vagyok, ami tényleg hálás vagyok érte nagyon. Nagyon sok szakmai dolgot vettem én tőle át, hiszen a későbbiekben én is elkezdtem gyerekekkel foglalkozni, edzősködni, más pedagógiai, meg pszichológiai módszerek mentén, de azt gondolom, hogy volt egy sikergenerációnk, a 90-91-es csapat, akikkel 5 bajnoki címet is nyertünk egymást követő korosztályokban, és ekkor jöttem rá, hogy több út vezet Rómába, hiszen akkor volt azért nem kevés szakmai vitánk, meg emberi vitánk, hogy nem is szakmai, inkább ez az emberi, hogy hogyan kellene nyúlni a gyerekekhez, hogyan nem kellene nyúlni, rengetegszer összeszólalkoztunk, de aztán a végső konklúzió mindig az lett, hogy körülbelül nálam is ugyanannyian adták le a szerelést, mint nála, és akkor egy olyan 10-15 év után megkövettem, hogy valóban több út vezet Rómába. Ez kell, igen, az, hogy a Zsejkó itt tovább léptesse, fejlessze őket, mert azért ők nem, hiába az alapokat sem mindegyik úgy kapta meg, meg utána is voltak kihagyások, esetleg valami, de Zsejkó, igen, ez egy csodálatos dolog, hogy ő a helyieket, a helyi gyerekeket be akarja építeni. Nekem mindig ez érdekes, hogy Maria egy anya, nagymama, de nekem sokszor úgy, mikor nézem őt is, ez nagyon tetszik, mint egy fiatal lány. Úgy viselkedik, olyan energia van benne, lelkesedés, alázat, munkában, minden. Ez nagyon fontos, hogy aki gyerekekkel dolgozni, kell lenni olyan, aki tud adni nekik energiát. De másik oldalon Maria nagyon szigorú, és én
de szeretem alapul, mert kell nevelni a gyerekek, játékosok, és edzőkábel kell lenni, mint anyuka, apuka. És én is most, mikor szülő vagyok, és van nekem kislányom és fiam, én azt várom edzőtől is, mert kb. És tanártól is iskolában, mert mi kb. Találkozunk este fele otthon, azt jelenti több idő töltenek edzőkkel, tanárokkal, mint velünk, mint szülünk. És én várom a edzőtől, utánpótlás edzőtől, hogy legyen egy szinten anyuka, apuka, és hogy neveli az én kislányom és kisfiam is. És ez a Máriának és Hársinak, hogy mondom, hogy egy nagyszerű tulajdonsága. Sok szülő, sok gyerek úgy nem is bírja ez. Különleges mai világon nehéz ez, mert elég liberális világ lettünk, de ő még mindig ezt tartja, és ez nagyszerű, és ez sokszor segített nekem a munkában, felnőtt szinten, amit kérdeztem, mert hozzám jöttek lányok, gyerekek, fiatal játékosok, ha mondom, aki voltak neveve. És mert egy fiatal játékosnak felnőtt csapatban első legfontosabb, ha nem zavarja az edzés, hogy ha megtanulja edzeni profi emberekkel. És ez a, ha most nem sorolom mindenkit, mert nem szeretném elfelejteni valakit, mert sokan voltak, aki jöttek onnan utánpótlásból, de ez mindenkiben volt. Nem végeztem kutatásokat meg statisztikát, de ugye tisztában vagyok nyilván az Euroliga mezőnyével most már, vagy akár az Európa Kupa mezőnyével, ugye a legjobb 16, illetve a legjobb 32 csapat, és a nemzetek kosárlabdájával is, ugye nem régen volt a női Európa-bajnokság, és ott azért élőben Szlovéniában volt szerencsém megcsodálni a spanyolokat, a szerbeket, a franciákat, ott, ahol egyébként most egy előkelő negyedik helyet szerzett meg 32 év után a magyar női válogatott. Én szerintem megkockáztatom, hogy talán spanyol országon kívül nem hiszem, hogy van olyan klub, ahol az Euróligában 5 saját nevelésű helyi játékos kapott szerepet egy adott bajnoki szezonban. Szóval ez egy olyan kuriózum, amiben ha az ember így belegondol, hogy itt élünk egy picike tolnai városban, egy megyeszékhelyen, Szekszárdon, és ezt így kimondjuk, és elkezdünk ezen gondolkozni, ahol Spanyolországban, aki már járt, vagy látta, hogy milyen akadémiai képzés folyik, és hogy ontja magából a spanyol női férfi kosárlabda játékosokat, és ott igazából az egy nagyon fontos nemzeti sport, akkor szerintem az anyu vezetésével így közösen egy nagyon unikális dolgot tettünk le az asztalra, és hát ugye ez már történelem megtörtént, ezt már senki nem veheti el, szerintem se tőle, se a KSC Szekszártól. Szerintem még élünk, nagyon büszkék lehetünk erre, és sok-sok 10 év múlva is, vagy amikor már esetleg mi nem leszünk, akkor is szerintem ezt sokan emlegetni fogják, hogyha ennek így nyoma lesz. Én úgy tudom, hogy egyetlen egy csapatban se a tavalyi, legalábbis a tavalyi 16 euroligás csapat közül sehol nem volt ennyi hazai nevelésű játékos a csapatban, és azért ez nem semmi, na, hogy Európa a legjobb 16 csapata között ilyen fiatal és helyi szekszárdi játékosok pályára is kerültek. Tehát csapatban voltak, már az is egy nagy szó, de hogy pályára is kerültek jó páran közülük. Mária is kell büszke lenni, mert sok játékos ő nevelte ott utánpótlásban, hogy jutunk odaig, hogy felnőtt csapat játszott 2 szezon Euroligát. Ez egy olyan helyen, mint Szekszár, kis helyen, ez a, nem tudom milyen kategóriában tudom mondani, de mit, ha fociban játszunk Real Madrid vagy Barcelona ellen, ha hozunk itt Real Madrid és Barcelona. Ez egy szenzációs dolog, és mutatunk, hogy ez lehet, mert én olyan ember alapul vagyok, és ki tudja velem, vagy valami más edzővel, mert én edző vagyok, edző mennek balra, jobbra, vagy cserélnek őket, de azt jelenti, mutatunk, hogy ez lehet, és én ezt kívánom, hogy legyen újra, és legyen még sikeresebb, mert látványosan látszik, hogy lehet ez elérni egy, hogy ki a fanatikus munkával, és ez, mondom, Máriában is van ez a fanatizmus, ez nagyon fontos dolog. Igazából én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki tényleg így megmaradjon a pályán, így a sikerek mellett szerintem a szerencsének is hatalmas szerepe van. Itt például az én esetemben arra gondolok, hogy
hogy mi azért voltunk szerencsések, mert egy nagyon jó generációnk volt, ami ugye azért egy ilyen kisvárosban, úgy gondolom, hogy nem minden évben adatik meg. És én úgy gondolom, hogy az egész országban talán ezt nagyon kevesen mondhatják el magukról, hogy az első korosztálytól kezdve mi minden korosztállyal, minden évben bejutottunk az országos, ugye az utánpótlásnak ilyen 8 csapatos döntői vannak, és mi minden évben érmet szereztünk. Szerintem Zsájko is nagyon büszke erre, hogy ennyien vagyunk idevalósiak, és ilyen szinten is tudunk játszani, hogy Euróligába bekerültünk, és próbálunk mindig helyt állni, de úgy, hogy helyi vagyok, úgy nem éreztem akkora különbséget, hogy most emiatt bármiféle másik bánásmódba kerülnék, inkább azt éreztem, hogy Zsájko is mindig segített, hogy jobb legyek, és ezt minden fiatalnál is, aki feljön hozzánk, mindenkibe beleteszi ezt a munkát, hogy fejlődjenek, és az ő karrierjükben is ez ott legyen. Persze megmondja, hogy hogyan kéne, és utána a játékosban dől el az, hogy ezt így folytatja tovább, vagy hogy ugyanúgy megtesz mindent, amit elvár tőlük az edző, vagy Zsájko, vagy bárki. És igazából ez volt, amit Zsájko szerintem eredményként is számolhat, hogy ennyi magyar és helyi van a csapatban. Hát én mindig nagyon örülök, hogyha lehetőséget kapok egy meccsen, mert tényleg nekem gyerekkori vágyam volt ez. Főleg most, hogy Euróligában is bizonyíthatok, azért néha kapok pár percet, aminek én nagyon örülök, és mindig megpróbálom magamból kihozni a maximumot. Hát amikor oda kerültünk, akkor ugye a Marika néni után ez egy nagy váltás volt, úgyhogy az első edzés után emlékszem, amikor hazajött, akkor hát kellett egy kis lelki támogatás, azt mondta, hogy nem, hát ő nem fog járni edzésre, és akkor pont a Babics iskolában is összefutottunk napközi után a Csernus Edittel meg a Farkas Józsival, és emlékszem rá, hogy hát egy jó óra hosszát szerintem beszélgettünk egy terembe, hogy ők is próbálták biztatni, de hát hogy ne hagyd abba, mert hát hogy milyen ügyes vagy, és hogy nem szabad ezt feladni. Aztán nem is ez győzte meg a Rebekát, hanem Harsi saját maga, mert egyik edzésen emlékszem, a Luca ott volt Harsival az edzésen, és akkor úgy jött haza a Rebeka, hogy anya, Harsi a saját unokájával is ugyanúgy kiabál, mint velünk, úgyhogy Harsi stílusa volt az, ami őt meggyőzte, hogy ez így teljesen rendben van. Apa jött ért a edzésre, és amikor hazaértünk, mondta, hogy hát lányom, én voltam katona, de még én is vigyázva húztam magam. Nagyon sok plecskát hallottam, hogy ilyen, olyan, amolyan, de mi úgy gondoltuk, hogy nem, ez esélyt adok neki, mindenkinek meg kell adni. És akkor én feljátszottam, még sedülő voltam, és kadettba mentem föl hozzá. És először nagyon izgultam, hogy most mi lesz, hogy fog ám reagálni, vagy mi lesz. És ugye hangos volt meg tényleg, de tényleg azt nagyon tisztelt, hogy őszinte volt, hogy mindig elmondta azt, hogyha rossz vagy, jót csináltál, vagy ha csak ilyen semleges, vagy mindig kijavított, és ez nekem nagyon tetszett. Én azt mondom, hogy a játékosnak alkalmazkodnia kell magához, az edzőhöz, meg kell találni a közös hangot vele mindenféleképpen. És én azt mondom, hogy ha kiabált is vele, akkor is az, nem azt mondom, hogy jó szándékkal tette, hanem inkább az erőlelépés szempontjából. Mi mindenféleképpen támogattuk a Grétit, támogatjuk most is, mint sportos szülők, elfogadjuk. Annyi minden dolgot, amit nem is biztosan, hogy tudok, hogy Harsitól tanultam, de biztos, hogy nem is tudom, például sose kések, ezt mindig megtanultam, mert mindig nagyon sokat kellett futni utána, úgyhogy megtanultam, hogy nem kések. Mindig hangosan köszönök, ha belépek valahova, mert akkor is mindig lesz idott minket. Hát ilyen alapvető, ilyen nevelési célokat is
kirakott felénk. Ő mindig foglalkozott a gyerekekkel, még a szigorúság mellett is, a tanulmányi eredményekkel, feladatokkal, hogy ne csak egy lábon álljon egy gyerek, hanem igenis teljesítsen jól az iskolában, szeresse a tanárait, tisztelettel viselkedjen a szüleivel, a pedagógusokkal, edzőivel, társaival. Mindig volt egy hierarchia, és hogy nagyon álhatatos és precíz volt olyan tekintetben, hogy sosem maradt el edzés, sohasem késett el edzésről. Ez például kicsit nekem gyengé, most már nem edzősködöm, de hogy annyira nem voltam ebben mindig precíz, nem voltam következetes, és volt olyan is, hogy nem értem oda időbe egy-egy utánpótlás edzésre, ami nagyon nem szép dolog, és ebben szerintem mindenkinek fejlődni és tanulni kell, hiszen az nagyon fontos, hogy egy edző akár 10-15 perccel is, most utánpótlásról beszélek, mert felnőtt szinten olykor-olykor akár egy órával vagy másfél-kettővel is ott kell lenni egy edzőnek vagy egy szakmai stábnak, tehát ezekben ő nagyon, nagyon precíz és pontos volt. Harsit ugye mind emberileg, mind szakmailag nagyon-nagyon szeretem és tisztelem, hiszen egy olyan edző legendának is mondanám, akitől nagyon-nagyon sok mindent lehetett tanulni, és itt nem csak arra gondolok, hogy szakmailag, hanem emberileg is, hiszen ő mindig kiállt az elvei mellett, és ez egy nagyon becsülendő dolog, hiszen tényleg nagyon régóta edzősködik. Általában ugye a gyerekanyag már más évről évre, de ő ugyanaz a kemény, következetes, határozott edző maradt, mint amilyen volt is. És hát ugye nagyon-nagyon sok játékost nevelt ki. Talán azt megemlíteném, hogy nem is minden esetben csak játékost, hanem nagyon-nagyon jó embereket is, akiknek nagyon sokat adott ez a sport. Az mellett, hogy nem biztos, hogy ebbe teljesedtek ki, hanem az életnek más területein. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok szekszárdi leányzó sokat köszönhet Harsinak, aki ugye mellette nőtt föl. Manapság már kevés ilyen edzővel találkozunk, aki egyúttal értékrendet is ad a gyermekeknek, illetve az edzetjeinek. A családunkban szinte ő egy jelenségként emlegetjük, és a mai napig feljönnek családi együttlétek alkalmával, mérkőzéseken, időkérés közben mi büntetést csináltunk éppen Tisztért Ferentást mellhez, ez volt az egyik klasszikus, vagy pedig végigfutottuk a fél időt, miközben az ellenfél csapata pihen, ezekre már azért ilyen jó szívvel emlékszik vissza az ember, még ha akkor ez nem is esett annyira jól nekünk, de hát ez is a játék része volt. Ő, mint edző is, rengeteg embernek adott sikerélményt, tehát nem csak a gyerekeknek, hanem azoknak a szülőknek, akik láthatják a gyerekeiket nap mint nap fejlődni, elmennek egy mérkőzésre, de akár a nagyszülők, a szurkolók, tehát hogy nagyon sok ember részesül ebből a munkából, ebből a sikerélményből, úgymond. És azáltal, hogy én is edző vagyok, ugye a lányom is most már kosárlabdázik, és ő is a Harsihoz került, most már ő is korosztályos válogatott lett, és hát jár kiválasztó képző összetartásokra, és nagyon örülök, mivel hát én is ugye a Harsinál edzettem, és ő is hozzá került. Nagyon jól fejlődik, nagyon sokat fejlődik, és én azt gondolom, hogy nagyon jó, nagyon ügyes játékos az ő keze alatt. Hát ha most nekünk nem lenne egy Harsink, akkor azért komoly bajban lennénk, azt gondolom. Illetve hát azok a játékosok, meg azok a szakemberek, akik az ő keze alól kerültek ki, és ma már az egyesületben dolgoznak edzőként, és tovább tudja adni generációkon át több mindenkinek ezt a tudást, nem tudnánk felvenni abszolút az akadémiákkal a versenyt, és szerintem el is sorvadnánk ilyen értelemben, mert ugye van az utánpótlás sport, van a profi sport, ez akkor egészséges, ha valahogy összefügg a kettő, és az utánpótlásból tudunk átmenekíteni értékeket a felnőtt profi sportba. És hát, hogyha anyu nem lenne, akkor én azt gondolom, hogy esélyünk sem lenne most már az akadémiákkal szemben. Nagyon kiegyenlített 8-as döntő volt, bárki bárkit megverhetett ebből
a társaságból. Itt a végén igazi kis családként funkcionált a KSC, mert a sportpszichológuson keresztül, aki közben a felnőtt csapattal foglalkozott, Pumpuca, aztán Horváth Zsófi, aki másodedzője volt a felnőtt csapatnak, beszállt azzal, hogy játékosokat, játékstílusokat elemzett serdülőbe, ami abszolút nem lett volna az ő feladata. Tehát itt egy nagyon nagy tím volt, eljött velünk Fekete Krisztián, aki ugye a csapat gyúrója volt, de most az U14-es kislányokat szállította sofőrként. Elmentünk a testvéremmel, ugye ő mint ügyvezető, én mint sportigazgató. Az utolsó hónapban lejártam a gyerekekhez, egy kicsit próbáltam még valami pluszt adni nekik lelkileg, meg szakmailag, és aztán ez olyan szépen kidomborodott ez a team munka, ez a csapat munka, hogy aranyéremmé ért Miskolcon, ami nagyon kellemes és nagy élmény volt számunkra, hiszen a felnőtt bajnokságban a Miskolccal játszottunk a bronzéremért, amit végül nem sikerült megszerezni, úgyhogy egy picit lógó orral jöttünk hazafele, és akkor azt gondolom, hogy ugye az életnek ez egy furcsa, érdekes fintora, hogy egy hónappal később visszamentünk, és azért mégiscsak ott le tudtunk vágni egy hálót Miskolcon, hiszen ezek a kis erdülő lányok mindent megtettek ennek a sikernek az érdekében, és hát anyu valami brutális mennyiségű és minőségű munkát tett bele ebbe a történetbe. Miskolcon, ahova nem szeretek járni, az ultra szurkolók előtt és a rossz játékvezetés, mert a gyerekeim megnyerték a bajnoki aranyat. Nagyon boldog vagyok. 2005-ben nyertem utoljára serdülő aranyat a Bálint Véka, Tamis Dóri féle társasággal. Úgyhogy nagyon boldog vagyok. A szívünk a szexádé! Anya KSZ! Anyukám részéről is ismerem Harsit, sokat hallottam mindig róla. Anyával, amikor jártam meccsekre, akkor is többször itt volt. Így meg anya is mesélt több történetet, így amikor még ő is nála játszott. Ez a második évem, hogy nála vagyok. Nagyon sokat fejlődtem nála. 2023-ban bajnokságot nyertünk. Nála lettem korosztályos válogatott is. Amikor ide kerültem, mondták, hogy Harsihoz kell jönni, akkor nagyon féltem, mert nagyon nagy hangja volt, és mindenki mondta, hogy szigorú, viszont jó edző, és ez miatt nem aggódtam annyira, mert biztos, hogy jó lesz. Viszont amióta itt vagyok, én nagyon szeretem őt, nagyon sokat segít minket, és hát sokra visszük vele. Először tartottam így az első edzéstől, mert hát hallottam sokat róla, hogy kemény edző, de aztán így, mikor első edzés megvolt, utána már megkönnyebbültem, meg jó volt az edzés is. És szerintem egy jó edző, mert mindenkiből ki tudja hozni a legjobbat, és megtanít arra, hogy mi a kemény munka. És 2023-ban ugye nyertünk egy bajnokságot, ami egy nagyon jó élmény volt így megélni. Már amikor elkezdtem kosárlabdázni, akkor hallottam Harsiról, hallottam, hogy mennyi sikert ért el, és hogy a játékosaiból mindig kihozta a legtöbbet, és szerettem volna hozzákerülni minél hamarabb, mert tudtam, hogy nála tudok a legtöbbet fejlődni itt a KSC-nél. Hatalmas öröm volt az, hogy tavaly megnyerhettük a döntőt, és vele élhettük át, hiszen sok NB1-es kinevelt már, és ezt jó volt átélni. Ugye bekerültem a válogatottba, ott is szép sikereket értünk el, hiszen megnyertük a szlovén balt, és télen is Lengyelországba látogattunk, majd pedig Németországba, ahol fontos felkészülési mérkőzéseket játszottunk. Harsinál megtanultam, hogy mindig fegyelmezetnek és becsületesnek kell lenni, hiszen így tudunk csak előrelépni, és mindig több és több sikereket elérni. Serdülőben már Harsi volt az edzőm. Először tartottam tőle, meg egy kicsit féltem, de utána meg már belerázottam, meg megszoktam Harsinak a stílusát. Kisfiam születése előtt is, de utána még inkább ugye
a Harsival, amikor így találkoztunk, akkor mindig nagyon várta, hogy jön a kisfiam, és a kisfiam őt úgy is nevezte, hogy Harsi mami, ő lett a Harsi mami. Hát igazából ugye 4 hónapos korától kezdve utazott velem mindenhova, és azért sok helyen együtt voltunk, akár több napot is a Harsival, és ilyenkor mindig nagyon-nagyon jó volt, ahogy a kisfiam is rajongott érte. Sőt, hát olyan is előfordult, hogy inkább a szexárdi kispadra ült le a pécsi kispad helyett, és ott a szexárnak szurkolt, hogy ők üljenek le győztesen a pályáról, még akkor is, ha esetleg én voltam az ellenfélnél az edző. Biztos, hogy a kemény munkának megvan az eredménye. Tehát igen, mindenki tudja, hogy megosztó személyiség. Nem csak a gyerekek, hanem a szülőknél is el kell fogadtatnia magát igazából, de ő neki mindig egy cél lebegett a szem előtt, hogy mindenkiből a maximumot kihozni, és nagyon jó teljesítményt elérni. És én úgy gondolom, hogy csak ilyen munkamorállal lehet dolgozni, ahogy ő az edzéseit megtartja, ahogy plusz edzéseket tart, ahogy motiválja a gyerekeket, ahogy foglalkozik azzal is, hogy jó közösséget építsen a csapatainál. Úgyhogy, és erre nagyon jó példa, hogy ugye mindig eljönnek augusztusban ide Bonyhádra az edzőtáborba, és egyébként mi ilyen öreg kosarasok, akikkel együtt játszott, vagy az edzőnk volt, ilyenkor mindig találkozunk is, és akkor nosztalgiázunk, elmegyünk egyet vacsorázni, úgyhogy tartjuk vele a kapcsolatot. A legfontosabb, hogy egy megszállót találunk szembe, és én azt gondolom, nem csak a kosárlabdában, minden sportágban erre volna szükség, hogy ilyen utánpótlás nevelő edzők legyenek, akik megszállottak, értik a szakmát, ők maguk is kiváló játékosok voltak, tehát ilyenekre volna szükség. Én azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, és a Harsi az olyan edző, aki meg tudja tanítani a játékosokat. Harsinak és Noéminek nagy szerepe volt, mert kiskorunktól kezdve azért megkövetelték elég keményen a munkát. Tényleg nem is nagyon emlékszem, hogy lettek volna szabad hétvégéink, hogyha esetleg nem volt mérkőzés, akkor már akkor is az volt, hogy na jó, akkor most teljesen mindegy, hogy 5 fok van, vagy 30, akkor irány ki futni az atlétika pályára, mert ettől leszünk jobbak. A kitartás, a következetesség, a precizitás, én úgy gondolom, hogy tehát a Harsi rettentően, tehát például edzésnaplót kellett vezetni a gyerekeknek, nem tudom, most van-e ilyen, és azt a Harsi minden szezon végén, vagy nem tudom, tehát időszakonként ellenőrizte, megnézte, írt pár szót, hogy tetszik, nem tetszik, nem tudom, mik voltak ebben. Mindenkinél labda! Gyorsan! Kicsik is vannak! Bizonyítványod hol van, fiam? Zsetonokat osztott edzéseken, és akkor, hogyha X zseton összegyűlött, akkor azt be lehetett váltani, akkor valami kis apróságot kaptak. Tehát, hogy nagyon, nagyon... Tehát aki dolgozik, és aki alázattal dolgozik, és úgy viszonyul a mindenhez, őket nagyon értékeli a Harsi. A meccseken talán még hangosabb is, mint az edzéseken, de nem tudom, hogy az ellenfél, hogy hallja el. Én minden esetre nekem nagyon jó, mert kihallottam a tömegből a hangját. Többször voltak hullámvölgyek. Volt olyan, amikor egyszer hazajött, hogy most aztán már tényleg nem, meg majd többször mondta egymás után, hogy nem, ő neki elege van, és akkor már nem tudtam már neki mit mondani, és akkor mondtam neki, jó, akkor összecsomagolom az edzéscuccodat, és akkor holnap reggel beviszed, és akkor leadod az edzéscuccot. És rám nézett, és anya, évközben, vagy szezon közben nem adunk leszerelést. És akkor ez így eddig tartott, és akkor ment tovább. Ez rengeteget jelent, én azt hiszem a városnak is, mert ugye a szurkolók is kijönnek, hát elsősorban a szexáriaknak akarnak szurkolni, a csapatnak szurkolnak, de hát azért óhatatlan, hogy a szexáriakat részesítik előnybe a szurkolásukkal, ami teljesen természetes szerintem. Én is éreztem azt, hogy voltak nehezebb pillanataink együtt is, meg számomra is, hogy mindent megtegyek azért a célért, amit kitaláltunk és megterveztünk együtt Harsival is, és ezt a mai napig nagyon hálás leszek azért, amit ő megtett értem, és mindig figyelt rám is, meg a többiekre is, hogy a munkát beletegyük, és ezt magunkért is csináljuk, ne csak azért, hogy legyen valami,
És én is éreztem azt, hogy odafigyel rám, és mindig támogat, a mai napig is, úgyhogy már nem az edzőm, ugyanúgy beszélgetünk, és segít, támogat a dolgokban. Én voltam a családban az egyetlen, aki védte a hasit, tehát hogy én mindig úgy gondoltam, hogy egy edzőnek keménynek kell lennie. Tehát, hogy én odaállok, és ezt csinálod. Mert ha nem ezt, akkor nem az lesz, amit te akarsz. És ezt, ugye ezt fel kell dolgozni. Ebben sokat segítettem azért, hogy kiálltam a hasi mellett. Az edzői pályafutásom kezdete óta minden korosztályos válogatottban volt játékosom. Volt olyan, a több is, aki nem jutott el végül az Európa-bajnokságig, de keretben voltak. Minden évjáratomból ott voltak gyerekek. Igen, és most is vannak az U14-ből, az U16-ból, tehát vannak gyerekek, meg hát följebb, akik nálam voltak, vagy igen, nálam kezdtek, vagy nálam játszottak éveket. Ők ott vannak a válogatott. Ugye Szűcs Gréti most ugye az Európa-bajnokságon is kim volt nyáron. Amekkora akadémiák vannak Magyarországon, és amilyen támogatásokat kapnak, amellett van egy ilyen kis megyeszékhely, mint Szekszárd, és ennyi saját nevelési játékost ki tud nevelni. Én azt mondom, hogy ez becsülendő minden akadémia számára. Nagyon örülök, hát ott vagyunk, és hát találkozunk sokszor, vagy majdnem minden meccsen, és hát nagyon örülünk, és mindig a Harsi mellett ülünk, és egy-egy játékos, amikor eldobja a Studerágia 3 pontost, akkor nem tud nyugton maradni, hogy bemegye vagy nem. Tehát ezek nagyon fontos dolgok. Még a kapcsolatunk elején, amikor ugye elkezdtem udvarolni a Noéminek, akkor volt egy pár kiabálós történet is a Harsival, mert hát így mi ifjú szerelmesek, ugye szerettük volna az estét, az éjszakát is együtt tölteni, nem a kapcsolatunk elején, hanem már egy kicsikét később. És hát ugye számtalanszor akadt úgy, hogy reggel arra ébredtünk föl, ismeritek a Harsit, hogy nem pici frekvencián, hanem magas hangon szokott kiabálni, és hát arra ébredtünk föl, mert elaludtunk, hogy már megint itt aludt, már megint, hát itt van a cipője. Hogyha az előszobában ugye meglátta a cipőmet, hogy ott maradt, és nem mentem el este, akkor ugye erre ébredtünk, de azért kicseleztük időnként, mert a Noéminek az erkélyre nyílt a szobaajtója, és az erkély alatt volt egy olyan közös tároló helység, aminek ilyen kazettás volt az ajtaja, a kialakítása. És hát akkor még vékonyabb voltam, ügyesebb tornászlegény, és ugye eljátszottuk azt, hogy minthogyha én elmentem volna, elköszöntem tőle, és szia Harsi, és aztán utána pedig visszamásztam az erkélyen a Noémihez, és akkor ugye ott töltöttem még az estét. Aztán volt, hogy úgy is észrevette egyébként, és lebuktunk, és akkor kiabált egy picit. De aztán ezeket a dolgokat most már manapság, nyilván karácsonykor, vagy amikor együtt van a család, akkor így vidáman emlegetjük fel. Óriási dolog ez, hogy Ágica, hogyha mai napig is tartom vele kapcsolatot, tehát ez egy óriási dolog, hogy ide, és az Euróliga második helyezettje volt ugye ez a Melszín, és hogy ide hívták el játszani, ez számomra, de mindig is azt mondtam, hogy ő volt az edzői pályafutásomnak a legnagyobbja. Ő a munkába, alázatba, minden emberileg, szóval nagyon-nagyon közel állt hozzám, de a munkájával érte mindezt, tehát nem azt, hogy én valakivel soha nem kivételeztem, sőt, minden csapatomban volt olyan, aki közelebb állt hozzám, de a játéka miatt, ahogy edzett, de sose tudta az illető, hogy ő nekem valaha is közelebb állt, vagy kedvencem lett volna. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, és nagyon-nagyon szurkolok, hogy tényleg ott is helytálljon, és minél jobban játszon. Én már ugye előbb tudtam, mint ő meg a Gergő is, és akkor nem mertük a Harsinak elmondani, mert hát mi úgy voltunk vele, hogy nagyon büszkék. Nyilván fáj az ember szíve, meg szomorú, de ez egy olyan válás, ami egy, nem is válás, egy szép búcsú, és mi bízunk abban, hogy ez egy ideiglenes búcsú. Egy 24-5 éves játékosnak mikor menjen el pénzt keresni, mikor menjen el egy ilyen csapathoz, ha nem most, és tényleg hova, ha nem ide. Mi ezt így éltük meg rögtön a Gergővel, egy picit szomorkodtunk, de nem sokat, hiszen nekünk tovább kell menedzselni a klubot, és a következő generációkkal kell foglalkozni, akik felnőnek. Szerintem anyu kicsit meghalt belül, tehát azért ő belehalt
ebbe a történetbe, hiszen a Studerági karrierjéhez hozzátartozik, hogy sokféle típusú karrier létezik, de az Ágit 10 évig nevelte. Tehát én például az Ágicának talán egy fél szezonon keresztül, ha voltam edzője. Úgyhogy ő egy picit belehalt most ebbe, és talán a legjobb kor jött neki ez az U14-es arany siker, hiszen az egy kicsit azért helyre tette a lelkét. Úgyhogy én gondolom, hogy ő ezt azért fájlalja, meg neki ez úgy azért titkor reménykedik abba, hogy majd minél előbb visszatér ide. Úgyhogy elmentünk vacsorázni, és akkor elmondta, hogy hát ő most úgy gondolta, és mondom, Ágica, hát 25 éves vagy, hát ez... Ki is kell próbálni magad, pláne, hogyha ilyen lehetőség adódik, mert nem akármilyen csapat hívott téged, és mondom, hát én csak nagyon, de még úgy meg is könnyeztem, mert mondtam neki, hogy azért, ha olyan lesz, mindent érjél, lesz, sikeres legyél, ott is, meg majd a magyar válogatottban is, de majd egyszer gyere még ide vissza játszani, hogy láthassalak. Bárhova mentünk, nem köszöntünk, elég hangosan bementünk a terembe. Rögtön jött a ránk kiabálás, hogy tessék köszönni. Még ha úgy is éreztem, hogy köszöntem csak halkan, de rögtön, tehát hogy a normális emberi dolgokra is ugye mind megtanított minket Harsi, és ez így együtt jár, tehát én nagyon boldog vagyok, ha ő valami sikert elér, ugye most is a már hozzám képest nagyon fiatalokkal is aranyat tudtak nyerni, és az volt az első dolgom, hogy gratuláltam neki üzenetben, néztem a YouTube-on a meccset, gratuláltam üzenetben, és amikor visszaértek Szekszárdra, akkor már oda mentem, és személyesen is mindenképp akartam a Béla téren gratulálni, mert ugye rögtön köszöntötték őket, úgyhogy szerintem ez így a legszebb, hogy nem csak egy oldalú a dolog, hanem hogy én is nagyon boldog vagyok, hogy ő is még mindig éri el a sikereket, és hogy ennyire szereti a kosárlabdát, mert ez ritka, hogy valaki tényleg ennyire szereti, hogy ennyi munkát beletesz ennyi időn keresztül. Úgyhogy szerintem itt Szekszárdon nagyon boldogok vagyunk, hogy van egy ilyen edző, mint a Harsi. Hihetetlen nagy mennyiségű szakmai anyag van a fejében. Olyan gyakorlatsor, ami a kosárlabdázásnak az alaptechnikai elemeit kristálytisztán tanítja meg a gyerekeknek, ami ma Magyarországon igen ritka. Tehát én azt gondolom, hogy kicsit higult is a szakma az évek során, és nagyon kevés olyan utánpótlás edző van, aki ennyire pontosan tudja 14 éves korig megtanítani a játéknak az alapelemeit. Érzékeny ember tud ő lenni, bár ez nem látszik, vagy ritkán látszik, De azért egy-egy nagy győzelem, vagy amikor egy-egy olyan díjat kapott, akár várostól, vagy kosárlabda szövetségtől, mint életműdi, azért olyankor azért el tud érzékenyülni. Hogy a szakmában elismertek, ez egy számomra egy óriás dolog, szerintem elég több kitüntetést kaptam az edzői pályafutásom alatt, de én ezt érzem a legmagasabb kitüntetésnek, mert tényleg itt az egész szakma ismerte engem. Szeretettel gratulálok neked az életműdíjhoz, és kívánom, hogy még nagyon sok gyermekkel szerettesd meg ezt a sportot, és add át azokat az értékeket, amiket mi is kaptunk annak idején. Sok sikert és jó egészséget kívánok még neked. Kedves Harsikám, a nyugati végekről üdvözöllek, Putez vagyok, régió kosaras cimborád, és emlékszem rád, amikor a lányokkal jöttél utánpótlás tornákon, kiváló utánpótlás munkát végeztél. Ismerem a családot is, Gyurit régóta, Isten nyugosztalja, és hát a gyermekeid, akik most jelenleg viszik azt a szekszárdi kosárlabdát, Noémi és Gergő. Hát kicsit hasonlóság van azért a Körmend és a szekszárdi csapatok között, már egy kis csapatból lettünk úgymond nagy csapat, és hát ebben neked is nagyon sok részed volt. Főleg úgy, hogy támogattad a jó munkáddal a növendékeket, és ehhez a kitüntetéshez meg külön szeretnék gratulálni, illetve majd egy jó szekszárdival kocintani. Csókollak!
Szia, Harsi! Azt gondolom, hogy az életműdíj a legjobb helyre került hozzád. Nagyon megérdemled ezt a díjat, és azt gondolom, hogy te vagy a kosárlabdázás lelke. A mi barátságunk nagyon mély, nagyon tisztelem és becsülöm, amit csinál, és igen, szeretem. Van egy olyan gondolatom, amit így elmondanék a végére, ha belefér, hogy ha valaki azt csinálja, amit szeret, akkor az a szabadság. De ha szereti, amit csinál, az viszont boldogság. És a Harsi az ilyen. Légy boldog, Harsi! Szia, Harsi! Ilyen régen beszéltünk telefonon, úgy gondoltam, hogy bejelentkezem neked kamerán, és minden elismerésemet szeretném neked kifejezni az irányba, hogy életműdíjas lettél. Szép lassan közelegsz ahhoz a kórhoz, amikor mindenféle teljesítményt elismernek. Mi is így voltunk ezzel az előbb látott Patona Imrével, aki nagy sikereket ért el itt Körmenden. Talán azt elmondhatom, hogy én is segítettünk egymásnak, úgyhogy bízunk benned. De nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy a kérdésekre szeretnék válaszolni, az, hogy honnét ismerjük egymást. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy honnét ismerjük egymást, mert egyszer csak bemutatkoztunk egymásnak, onnantól kezdve tudom, hogy te voltál az egyik, és te vagy az egyik legnagyobb Körment szimpatizáns. Családtagjaidat természetesen ismerem, nagyon sok kellemes és volt, amikor kellemetlen emlék is volt Isten nyugosztai a Gyuri bácsival kapcsolatban, de annál nagyobb élmény nekem nem volt, amikor az 50 éves fennállásunkor ő fújta a buli meccsünket a Harsányi Józsival, és a végén kidobta a sípot a nézőközönségre. Ott mindenki elfeledte a hibáit, és megszerette őt. De most éppen rólad van szó, úgyhogy a következő kérdésre szeretnék válaszolni, az, hogy milyen edzőnek tartod, vagy tartalak. Én nem tudom, hogy te milyen edző vagy, nekem az a szint, hogy te egy Studer Ágit, meg a többieket most nem rangsorolva, hanem nagyon sok fiatal tehetséget fölvittél a Szekszár csapatába, és ott játszanak, ennél nagyobb edzői elismerésem, azt gondolom, hogy nem kell. Segítséget kérek most a köveg. Mit szeretnék neked kívánni? Egyszer azt szeretném kívánni, amit úgy is tudod, hogy nagyon-nagyon elcsesztem, és életem végig bánni fogom, hogy azon a bizonyos rendezvényen nem vettem részt, és ezt tényleg elmondtam neked már párszor, de nagyon remélem, hogy ezt majd fogom tudni pótolni úgy, hogy majd a szerdán, Szekszárdon egy Szekszár-Pécs mérkőzés után egy jó nevű pincészetbe esetleg majd egy pár pohár bort le tudunk nyomni, és jól fogunk érezni magunkat ismételten az ígéret szerint, mert megígértük, hogy kis családommal egyszer majd tiszteletünket tesszük nálad. Addig kitartás, előbb-utóbb össze fog jönni majd ez a randi. Még egyszer gratulálok neked, legyél jó, boldog, egészséges és vidám a családoddal együtt. Szervusz, Harsi! Hihetetlen, hogy most is gyakorlatilag ennyi idősen, ilyen energiával, ha kell, gyalog megy hóba, fagyba, a Béri Balog Ádám utcába, a főiskoláig, ami azért egy 3-3,5 kilométer, onnan aztán haza, ha mínusz 10 van, akkor is. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez az, ami... De szerintem ez az, ami őt élteti is, tehát ő neki nem is szabad ezt abba hagyni, amíg csak bírja, ezt csinálnia kell. Mert amit csinál, azt jól csinálja a mai napig. Kiválóan főz, talán ezt kevesen tudják róla. Extra jó a brassója, a bablevese, a lencselevese, és még sorolhatnám tovább. Csomószor van, hogy a kisfiunk az Éti, vagy hát a nagyfiunk már az Éti, amikor hazajön mondjuk az egyetemről, és akkor látja, hogy otthon azért sok munka van, feszültség, elmegy pihenni a mamához, aki kiszolgálja, és jókat főz neki. Úgyhogy a Harsinak van egy ilyen oldala is, ami szerintem szuper, abszolút lehet rá számítani, nagyon-nagyon jó anyós tényleg, és nagyon jó nagymama, ahogy azt már az Étivel kapcsolatban és a Lucával kapcsolatban is említettem, és a többi unokájával is. A anyukám volt ilyen, édesanyám volt ilyen, azt tudom, hogy ő 89 évet élt, de ő mindig annyit rohangált a városba, meg bevásárolt nekünk, meg mindenben segített, és őnek volt ilyen lendülete, 3 gyereket nevelt, és rengeteg mindent csinált. Ő biciklizett különben nagyon sokat, olyan, hogy Szekszárd szarvas. Kézzel az édesapjával. Én nem tudom.
Én ezt valahol őtől lehoztam szerintem, mert nem tudok más mondani erre, mert mindig is ilyen voltam, meg maximalista, mai napig is, szóval nehezen, a kudarcot nehezen tűröm, de igyekszem mindig túllépni, és mindig újítani meg, hogy mit állsz, én mindig magamban néztem játékosként is, és edzőként is, hogy én mit hibáztam. Én mindig először magamba, mai napig is, hogy mit szúrtam el esetleg, rosszul meccsetem, rosszul cserétem, hogy azt másképp kellett volna, tehát minden mes más, tudod? Tehát nem egyszerű, de hát én csak így szeretem csinálni. Másképp nem is tudnám, mondtam én, hogy ezt csak addig csinálom, amíg így tudom csinálni, pörgősen. Hogyha nem, akkor fölösleges, akkor nem, akkor kész, akkor befejeztem. Az én történetem nagyon érdekes, most már így felnőtt fejjel, meg az anyukám története, hogy egy kicsit ne csak a kosárlabdáról beszéljünk, hiszen amikor én megfogadtam, ugye még nem volt férnél, 74 elején azt hiszem, 74 március-április környékén, és hát engem senki sem szeretett volna, ez egy olyan világ volt akkor, hanem csak a Harsi, és akkor én sokan, amikor ugye ezt a vad, hangos, kiabálós, és akkor mondják, hogy de ez hogy nőttél föl, meg hogy bírod, és akkor én mondtam már több mindenkinek, persze minden egyéb miatt, és most sorolhatnám itt reggelig, csak nincs arra idő, hogy miért szeretem az anyukámat, de ugye ha nem akar téged senki, csak egy valaki, akkor igazából neki bármit megbocsájtasz, és igazából a hibáit, vagy a hibának vélt dolgait inkább abban kutatott, hogy ő vele mi történt, hogy ő mitől ilyen, és én nagyon hálás vagyok, hogy egyáltalán én megszülethettem. Hát, hogy a Balázs meg a Gergő pláne megszülethetett, azért meg aztán végképp, mert hogy nagyon jó testvéreim vannak, bocsánat, szerintem az előző filmben is én sírtam, nagyon jó. Pedig nem készültem ilyen pityergésre. Úgyhogy én ezt így átfordítom, hogy mi azt köszönjük neki, hogy megszülethettünk. Azt gondolom, hogy egy olyan élményt kaptunk ennek a kosárlabdának a szeretetével, hogy már ezért az embernek, ha holnap már nem is leszünk, megérte itt lenni a Földön. Óriási személyiség, és mindenkiben benne marad, hogyha találkozik vele, mert van egy erős hangja is persze, amiről mindenki felismeri, de a személyisége is olyan, meg a lelke is, hogy mindenkinek csak jót akar, és lehet kiskorban ijesztő lehet, hogyha valaki ilyen erős hanggal rendelkezik, meg ilyen határozott, de szerintem ez idővel csak jobb lesz, és én nem emlékszem úgy, hogy megijedtem volna, inkább meglepődtem, de nem tudnám elképzelni most már azt, hogy ne hallanám a hangját olyan erősen. Először sírva mentem haza edzésről, aztán így időről időre megszerettem, és tényleg Harsi annyi mindent tanított nekünk, nem csak kosárlabda terén, hanem az életben való minden területén. Fantasztikus edzőnek tartom, aki kellő fanatizmussal végzi a munkáját, és kellő szenvedéllyel. Én azt mondanám, hogy maradjon mindig ilyen, amilyen eddig is volt. Tudom, hogy most már egy kicsit enyhült, mivel ugye már más világban úgymond, egy kicsit más világban élünk, mint például ahogy mi felnőttünk, de látom azt, hogy mennyi munkát beletesz, és még mindig lehet látni, hogy ez a munka megtérül, tehát meghozza gyümölcsét, és tudom, hogy Harsi mindig ilyen lesz, hogy így fog dolgozni, és szívét, lelkét beleteszi a kosárlabdába, és igazából csak ezt, hogy csinálja tovább, mert ez nagyon jó a magyar kosárlabdának, Szekszárdnak, és tényleg nagyon büszkék vagyunk rá. A filmkészítés közben kaptam egy nagyon kedves SMS-t, egy volt 1985-ben született kosarasom, Tolgás Zsófitól, aki itt kosarazott nálam, írt nekem itt a Facebookon egy levelet, hogy rólam írta a szakdolgozatát. Na most ő írt nekem egy nagyon-nagyon kedves SMS-t, ezt szeretném megosztani veletek. Szia Harsi! Gratulálok a dokumentumfilmethez, te vagy a világon a legjobb edző, és nagyon sokat köszönhetek neked, hogy azon az úton vagyok, amin. Nagyon nagy példaképen vagy, voltál, leszel. Bármelyik nap újra kezdeném veled az edzéseket, a meccseket, az edzőtáborokat. Ezek a pillanatok, amit együtt csináltunk, a legszebb sport pillanatok az életemben. Imádok edző lenni a kis csapatomnál, és minden erőmmel azon vagyok, hogy a te példádat kövessem. Te vagy maga a kosárlabdázás. Nálad vannak a legjobb helyen a gyerekek, ahogy én is voltam.
Nagyon szeretlek!